60 napon belül zöld rendszámtáblával közlekedhetnek az elektromos autók. A rendelet már megjelent a hivatalos közlönyben. Az önkormányzatok így könnyebben megkülönböztetik a nulla széndioxid kibocsátású autókat a szennyező gépjárművektől, különböző előnyökhöz jutatva ezek tulajdonosait. Megjelent a hivatalos közlönyben az a rendelet, mely szerint fehér alapon zöld betűs rendszámtáblát kapnak a nulla széndioxid kibocsátású gépjárművek, tájékoztatott Táncos Barna környezetvédelmi miniszter. Ez a rendszer egyfajta zöld útlevélként működik majd a településeken, különböző előnyökhöz juttatva majd a környezetkímélő személygépkocsik tulajdonosait, fejtette ki. A zöld rendszám az egy megkülönböztető rendszám elsősorban, amellyel kitűnnek a környezetbarát autók abból a nagy autótengerből, amely nap mint nap, főleg a nagyvárosokban a levegőt szennyezik. Egyrészt, másrészt pedig lehetőséget teremtenek a helyi önkormányzatoknak arra, hogy nagyon egyszerűen gyakorlatba ültessenek kedvezményeket ezeknek a típusú autóknak, akár parkolásról, akár bizonyos szigorításokkal ellátott városrészekre való behajtásról beszélünk. Mint mondta, az első zöld rendszámtáblákat a rendelet megjelenésétől számított 60 napon lehet igényelni. Azok az autók, amelyeket már forgalomba írattak, de megfelelnek a zöld rendszámtábla kritériumainak, kérésre új rendszámtáblát kaphatnak. Táncos emlékeztetett arra is, hogy az önkormányzatok 4-5 éven belül 18 ezer elektromos autótöltőállomást építhetnek a településeken. Egyes nagyvárosokban már rendelkezésre állnak az elektromos töltőállomások is, többnyire a bevásárlóközpontok parkolóhelyeinek közelében, de mivel az elektromos autókból egyre több közlekedik a hazai utakon, a töltőállomások számát is növelni kell. A helyi önkormányzatoknak lehetőségük van újabbakat építeni, hiszen a kormány különített el összegeket erre a célra, és a környezetvédelmi szaktárca is egy külön program keretében támogatja ezt a törekvést. Az Európai Unió egyébként 2035-re irányozta elő a káros anyag kibocsátásmentes közlekedésre való átállást, amelynek eléréséhez Táncos Barna szerint kiszámíthatóságra van szükség, amelyet az általa vezetett minisztérium biztosítani is fog.